Szervusztok, szép napot kívánok! Remélem, hogy egy picit ti is kisimultabbak vagytok itt a választás előtti izgalmak után, meg a választás éjszakájának, hát legalábbis sok csalódást hozó nyúzottságát egy picit sikerült kipihenni. Nagyon sokszor találkoztunk így élővel az elmúlt időszakban, kérdésekre válaszolva, reggeli kávézással. Egyáltalán nem szeretném, hogyha ez a kicsikét egyoldalú, de mégis inkább másfél oldalú kapcsolatunk, ma mindjárt magyarázom, az megszakadna. Úgyhogy azért folytassuk ezt, jó? Hogyha van hozzá kedvetek. Azért mondom, hogy nem egy oldalú kapcsolat, mert persze folyamatosan figyeljük ilyenkor, hogy miket kérdeztek, miket írtok, és erre, hát amennyi időm van, próbálok rá válaszolni fél négyig. Hadd mondjak, mint a választásról. Hát, hogyha azt mondom, hogy a legtöbbünk számára úgy összességében ez nagy csalódás volt, akkor nem túlzok. Látom, hogy azóta is nagyon sokan bizonyos értelemben sokkos állapotban vannak. Hogyan történhetett ez meg? Hát mindenre számítottunk arra, azért biztosan nem. Én se, hogy a Fidesznek kétharmada lesz. Őszintén szóval mindig azt szoktam mondani, elég őszintén, hogy azt kizárom, hogy a Fidesznek kétharmada legyen. Azt, hogy neki lesz enyhe többsége, vagy kisebbségben szorul, hát ezt nem tudom megjósolni. Annyira ellentmondásosak voltak az adatok, vagy annak tűntek legalábbis. Ebben a nagy ellenzéki csalódásban, hát ha van egyáltalán párt, amelyikben lehet valamennyi elégedettség, akkor azok mi vagyunk. Mégiscsak a legminimálisabb politikai célt, a nagy politikai küszöblépést megtettük, van egy frakciónk, végre vége van ennek a nyomorúságos, független ellenzéki létnek. Lehet tisztességesebb munkát is végezni, valamivel jobb feltételek között. Mindeközben hát látjátok, hogy Jobbiknak ha egyetlen mandátummal lesz többje. Az LMP frakcióban legfeljebb egy vagy két emberrel lesz több. Az MSZP majdnem megfeleződött, mi meg több mint kétszer annyian vagyunk. És az egyetlen párt, amelyben azért van stabilitás, nyilván azért is, mert, hogy mondjam, ha van elégedetlenség, az nem elsősorban a DK-val szemben van. De a DK maga legfontosabb célját elérte, ami önmagát illeti. Nem értük el a közös nagy célt. De talán nem értitek félre, hogyha mindenki megkétszerezte volna a mandátumai számát, mint hogy mi megtettük, akkor ma mi készülünk kormányzásra. Nem így történt. Ezzel együtt pokoli sok munka van előtt. Erről többet magamtól nem mondanék, hogyha nem kérdeztek. Ha kérdeztek, akkor válaszolok. Ma nem tematikus a beszélgetésünk, tehát alapvetően bármilyen kérdést föltehettek, és arra próbálok válaszolni. Ezzel együtt az eddig bejövő kérdések, megjegyzések túlnyomó többsége a választási csalásokról szól, és értem. Én egyébként nem vagyok nagy híve az összeesküvés elméleteknek. Alapvetően jó hiszemű fickó vagyok ilyen természetügyekben is, de most túl sok az apró jel. Olyan, amelyek együtt azt az érzést keltik, hogy megalapozott az a gyanú, hogy előre megfontoltan, szervezetten, tudatosan legalábbis megteremtették a választási csalás lehetőségét, és nem egy helyen azt látjuk, hogy ezzel élnek is. Hadd mondjak két példát, aki látta a sajtótájékoztatómat, az már hallhatta, de talán most mások is néznek bennünket. Van olyan szavazókör Újpesten, ahol Varjú Laci egyébként nyert, nagyon nyert a Varjú Laci, 15% ponttal. Ahol Varjú Laci, most nem emlékszem pontosan, hogy 240 szavazatot kapott egyéniben. Mit gondoltok? Ugyanitt a DK hány szavazatot kapott? Nullát. Nullát. Nyilván abszurd, ilyen nincs. Akkor sincsen, hogy a Lacira nyilván szavaztak, miután ő egy koordinált jelölt volt, MSZP-sek is, vagy LMP-sek, vagy mások. Gyeste Andrea, barátunk, kolléganőnk, nem is tudom, hol indult, valamelyik Pest megyei körzetben, Gyömrön. Na, nála is van egy hasonló szavazókör. Kapott 120 valamelyet abban a szavazókörbe, egyéniben, listán meg nullát. Hát én nekem, hogy mondjam, elég élénk a fantáziám, de ez teljesen kizárt. Hát ilyen nincs. Hogy valaki kevesebbet kap listán, mint egyéniben, az
teljesen érthető. Más pártok is, mint legesélyesebb jelöltre ő rászavaztak. De hogy nulla DK-s legyen ott, az kizárt, de van momentumos 16. Ahol van 16 momentumos, higgyétek el, ott van DK-s jelölt is. Azt kérdezitek sokan, többek között Kovács Emma, hogy több helyen csaltak, akkor mi a következő lépés? Itt álljunk meg egy pillanatra. Emma, először is be kell bizonyítani jó néhány helyen, hogy csaltak. Ez a legfontosabb. Ebben nekünk van dolgunk. Szedjük össze az adatokat, a jegyzőkönyveket, elemezzük őket, bejelentéseket teszünk. Elkezdődött ez a folyamat. Lényegében tegnap reggel mára volt annyi adatunk, vagy egy sajtótájékoztatón elmondhattam azt a nagyon fontos dolgot, hogy a DK ezt a választási eredményt nem fogadja el. Itt nagyon sok vizsgálatnak kell történnie. Lehet-e új választás a vége? Hát ismétek ti is a Fideszt. Ennek új választás akkor a vége ennek a folyamatnak, hogy olyan iszonyatos népnyomás nehezedik a kormányra, hogy nem tud már emögül kihátrálni. Ha lesz is ilyen, ez nincsen itt holnap. Egyelőre úgy látom, hogy a sikerben lubickol a miniszterelnök és a kormánypárt. Én ezzel szemben azt mondom, hogy meg kell szervezni a nemzeti demokratikus ellenállást közösen Orbánékkal szemben. Nyilván, hogyha kiderül, hogy volt csalás, és kiderül, hogy kik manipuláltak, akkor persze, hogy ez felelősségre vonás. Szerintem ti is, önök is tudják, hogy ez büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmény, ez a választás tiltott befolyásolása. Lukácsi Andrea hosszan ír és sok kérdést tesz fel nekem, többek között, hogyha a jegyzőkönyvek és a rendszerbe felvitt adatok között egyezés van, akkor kérik-e a szavazatok újra számlálását. Andrea pontosan fogalmaz, mert valóban először megszámolják kézzel, aztán felvesznek kézzel egy jegyzőkönyvet, és ennek a jegyzőkönyvnek az adatait aztán már az önkormányzat valamelyik alkalmazottja beviszi a számítógépes rendszerbe. Az első vizsgálat valóban az, hogy megnézzük, hogy a kettő egyezik-e. Ehhez ki kell kérni a jegyzőkönyveket. Ez zajlik. A második, még hogyha egyezik is, akkor meg kell nézni, hogy van-e benne valami, ami első ránézésre nagyon nem stimmel. Mondok egy példát. Vagy kettőt. Az egyiket már mondtam persze. Valaki kap nagyon sokat egyéniben, aztán szinte semmit vagy nullát kap listán. Hát ez nem életszerű. Itt biztosan meg kell nézni az összes szavazatot, újra kell számolni. Vagy, mondok egy másik példát. Országosan nagyjából 1% körül az érvénytelen szavazatoknak a száma. Na most, jó, hát lehet egy településen valamiért 2%. De ha valahol 7 vagy 8 vagy 9, hát akkor ott valami baj van. Van egy olyan település, akár tudhatnám is fejből, mi is megtaláltuk, azóta az Index is megtalálta, ahol nagyon sok érvénytelen szavazat volt, a szavazatok majdnem egy harmada érvénytelen volt, az elképesztő, és mit gondoltok, mi a másik furcsaság ebben? A Fideszre leadott szavazatok közül egy sem volt érvénytelen, valamennyi érvénytelen szavazat csak ellenzéki pártot érintett. Hát ilyen, kérem szépen, a Földön sincsen. Előfordulhat te, hogy a jegyzőkönyveket hozzá kozmetikázták vasárnap óta felvitt adatokhoz. Elvileg nem fordulhatna elő, mert a szavazat, a helyi bizottság valamennyi tagjának azt alá kell írni, vagy csak akkor, hogyha valamennyi bizottsági tagot bevonták ebbe a történetbe, ami egyetlen egy helyen talán nem teljesen kizárt, ahol nem volt ellenzéki bizottsági tag. Ugyan kis településeken, ahol a bizottságban csak a polgármester által odaküldött emberek voltak. Ott azért óvatosan kell eljárni. Általában is azt mondom, ott, ahol nem volt ellenzéki bizottsági tag, ott azokat a jegyzőkönyveket, azokat a szavazóköröket, azokat sokkal alaposabban kell megnézni, mint bármelyik másikat.
Így van, ebben éppen ezt mondja Andra is valahol. Na, hát ilyen, ezek voltak nagyjából Andra kérdései. Zagyva Bánszki, nem hiszem, hogy ebben a sorrendben írja a nevét, ugyanezt a kérdést járja körül, hogy mi a biztosíték annak, hogy a szavazáson leadott, a már megszámolt, és az esetlegesen kikért szavazatok, szavazónapok, jegyzőkönyvek ugyanazok. Mi van, ha már teljesen más minden, mint a szavazás napján? Az okozza itt az igazi problémát akkor, hogy volt 3,5 óra, amikor nem közöltek adatokat, ugye 7-től fél 11-ig. Az a 3,5 óra az elegendő lehetett ahhoz, hogy bizonyos szavazókörökben azt mondják, hogy jó, már elment a bizottság, fogunk csinálni még egy pár szavazatot, ráírunk még, szavazhatunk olyanok nevében is, akik itt sem voltak, azaz annak a 3,5 órák a történetét, az külön fel kell deríteni, és meg kell nézni, hogy mikor adták le végül a jelentést a számítógépen, mert alapvetően egy szavazókörben elég 3/4 óra, hogy megszámolják a szavazatokat. Ha valaki csak 11 órakor adta föl a szavazatokat, hát ott valami nem stimmel, ezeket egyesével figyelni kell. Tóth Endre kérdezi, hogy miért volt szükség az NVI épülete előtt rendőri készültségre. Andrea, azért azt gondolom, mert a hatalom ismeri önmagát. Ők tudják, hogy ők és támogatóik egy része 2002-ben és 2006-ban a vereségre rendbontással reagáltak, és most sem tudták kizárni, hogyha a Fidesz veszít, akkor erre a jobb oldal radikális része nem rendzavarással válaszol. Ez itt a szavazás estéjén sok mindent, több középületet kordonoztak, erős rendőri készültség volt, vidékről rendeltek fel csapatállományt. A mi oldalunk, még ha morgulódik, elégedetlenkedik, és most nem is igen kívánja elfogadni a választások eredményét, ilyen erőszakos akciókba nem megy be. Azt mondja Ramász Magdolna, hogy ne hagyjam el a szavazóimat, és fogjunk össze mindenkivel. Magdi, hogyha így szólíthatlak, eszem ágában sincsen. Szóval nézzétek, egy vezetőnek akkor van a legtöbb dolga, amikor ilyenek történnek, hogy sok tekintetben csalatkoztunk a választás eredményére. Én most felelős vagyok a mi támogatóinkért. Felelős vagyok a mi szavazóinkért. Segíteni kell neki, hogy közösen megértsük, hogy mi történt. Meg kell erősíteni a hitünket abban, hogy mi jó helyen vagyunk. És folytassuk akkor a gondolatot azzal, amivel eddig foglalkoztunk. Igen, el kell végezni azt a munkát a választás után, ami kötelező, most például a kokáért, más mellett a választási csalások felderítését. Ilyenkor elmenni a hajóról, és itt hagyni csapott papot, azt hiszem, hogy nem jó, ráadásul nekünk nem is kell, és nem is kapunk ilyen üzeneteket, hogy gyerekek, mondjatok le, nem tudom, mit csináljatok, mert azért azt mondjában mindenki látja, hogy ha van akár csak mérsékelt elégedettségre ok az ellenzéki oldalon, az egyedül a DK-ban lehet meg. Karina Zita kérdezi, hogy be lehet-e vonni nemzetközi szervezetet, hogy azokkal közösen vizsgáljuk ki a tisztaságot. Itt inkább olyan nemzetközi, nem civil szervezetek, szakértők vannak, akiket ilyenkor igénybe lehet venni. Ez egy nagyon bonyolult szakma, választási matematikusok, statisztikusok nagyon fontos szerepet játszanak itt. Igen, és azt is tudom mondani, hogy nem csak be lehet vonni, hanem mi elkezdtük ezt a munkát már eddig is. Mikó László mondja, hogy már lemondott a fél ellenzék, jó lenne, ha valaki maradna azért. Laci, mi maradunk. Aztán persze, hogyha egyszer úgy gondolják a mi tagjaink, hogy nekünk menni kell, akkor menni fogunk, de újra mondom, hogy egyelőre nem ezek az üzenetek érnek el bennünket. Hát valóban, ha végignézünk, a 4 parlamentbe jutott ellenzéki párton, az MSZP teljes vezetése lemondott. Ott választás majd csak 2 hónap múlva lesz. Az LMP egyik társelnöke lemondott, Hatházi Ákos,
az a hír, hogy kizárják a pártból. Ó, te jó ég, mi fog ebből következni? A Jobbik elnöke lemondott és teljesen kiszáll a politikából, ráadásul ennek nagyon bonyolult a Jobbik jövőbeni politikájára nézve, hát alig kiszámítható következménye lehet. Radikális irányba mozdulnak, vagy megtartják ezt a mérsékelt irányba induló politikai irányvonalat. Fogalmam sincs, a DK e tekintetben stabil, bennünket belső konfliktusok még akkor sem osztanak meg, ha nyilván elhiszik, elhihetik nekem, hogy persze, hogy vannak közöttünk is olyanok, akik azt remélték, hogy legalább 10%-ot kapunk, és ők is képviselők lesznek, hiszen ez a hivatásuk. Ők nyilván ma csalódottabbak, szomorúbbak, de végre eleganciával vették tudomásul, hogy ez lett a választási végeredmény, akkor ez van. Burai Gyula kérdezte, hogy megyek-e vasárnap a megmozdulásra. Folyamatosan értékeljük ennek előkészületeit. Egy órával, másfél órával ezelőtt mondták a kollégáim, hogy már 60 ezer érdeklődő van. Ők az érdeklődők, a résztvevők, itt kinézek. Összesen mindegy 60 ezer ember ilyen módon érdeklődik. Egyik oldal, tehát az alapviszonyunk nyilvánvalóan támogató és pozitív. És biztatok mindenkit. Van egy-két megjegyzés, azért hozzátennék, hogy persze az erőnket nem szabad egy idő után szétforgácsolni, beszélni kell egymással, nagy erőt kell felmutatni, mert nem véges egyébként az erőnk, hogy minden héten tüntetünk. Másik oldalról az alapvetően Facebookon szervezett megmozdulások, tüntetések, hol igen nagy sikerrel járnak, gondoljanak csak az 1 millióra sajtószabadságért, a Milla első nagy tüntetésére március 15-én valamelyik évben, régen volt már, talán 12-ben, pokoli sokan voltak Pesten a szabad sajtó útján, és vannak olyan rendezvények, ahol pár ezer ember ugye jelzi a részvételét, és a végén örülünk, hogyha pár száz van, úgyhogy itt különös körültekintéssel kell majd eljárni. Azt kérdi Ambrus Dóri, hogy mi van, hogyha ti megsemmisítették. Dóri, nem lehet megsemmisíteni. Például akkor a szavazó lapokat 90 napig meg kell őrizni, hogy újra lehessen számolni őket, és itt elég szigorú határidők vannak. Nagyon remélem, hogy részben a jogi szabályozás, részben, ahogyan ez alapján ténylegesen eljártak, az garancia arra, hogy van azért időnk, hogy megvizsgáljuk az ügyeket, kétségtelen egyébként. Vannak olyan határidők, vagy van egy olyan határidő, amely holnap lejár. Arra biztatok mindenkit, hogy segítsen nekünk nyomára bukkanni csalásgyanús ügyeknek. Ha lehet, dokumentálja, ha lehet, keresen tanút. Csináltunk egy Facebook oldalt ma reggel, direkt erre a célra. A Fidesz csalt a választáson című Facebook oldal. Már pár ezer like van rajta, azt gondolom, és talán jött is már bejelentés, de azt meg tudjátok tenni, ha kell, ami honlapunkon, vagy írtok bármelyikünknek, telefonáltok az információs központba, mindenütt fogadjuk ezeket a hívásokat. Azt kéri Várfői Nóra, hogy kiderült-e, hogy mi történt a választás estén 9-től éjfélig, vagy leginkább 7-től nagyjából 11-ig. Nóra, ugye a választ tudjuk, a válasz az, hogy miután nem zárult le még egy pár szavazókörben, főleg Budapesten, ahol átjelenkezettek szavazhattak, döntően Bocskai út, Ötvös utcában a szavazás, addig nem hozhatják nyilvánosságra az adatokat. Hozzáteszem, ide a törvényben nincs. Hát a választási bizottság maga értelmezte egy a törvényt, amely erről nem szól. Hogy ez azok, vagy az azok, hogy itt teremtettek lehetőséget, hogy ez idő alatt, miután már lezárták az urnákat, összeszámolták a szavazatokat, ha kell még lehessen manipulálni, ezt kell többek között kideríteni. Barta Bence,
Azt írja, hogy Heves megye egyes számú körzetében szinte biztosan volt csalás. Volt, van olyan számláló biztos, aki este 9-kor még azt mondta, hogy nagyon simán elhozza a körzetet a jobbikos jelölt, és ezek után mégsem így lett. Szólok a kollégáknak, hogy Heves megye egyet, akkor külön meg kell nézni majd. Fel kell ezt dolgozni, körül kell nézni. Bence, neked azt tudom mondani, hogy sokat segítenél vele, hogyha tudhatnánk ennek a számláló biztosnak a nevét, elérését, mert az segítene felkönnyíteni a tudat. Félre is teszem ezt a papírt. Na, ilyenből várunk nagyon sokat. Ilyenből, mert ezekkel a nyomokon lehet aztán majd elindulni. Tóth Eleonora írja, hogy Komlón lehúzták a DK-s indulót a listáról. Igen, ugye ez már a választás napján ismert esemény volt, hogy Nagy Ferencet, aki a DK jelöltje volt, lehúzták a listáról, hogy hányan szavazólap volt akkor, amin a Feri nem szerepelt, azt ilyenkor kell kivizsgálni, és megnézni, hogy hogyha ez a szavazólap mennyiség, ez olyan számú, hogy ezzel Feri ad abszurdum győzhetett volna is, akkor például ilyen helyen abszolút felvetődik az újraválasztásnak a kérdése és kötelezettsége. Várdai Klaudia azt kérdi, hogy hogyan lehet elérni, hogy új választás legyen. Erre a kérdésre Klaudia egyszer már válaszoltam. Alapvetően csak akkor lesz választás, hát ismerjük a Fideszt, új választás, hogyha azt érzi, hogy olyan pokoli a társadalmi nyomás, hogy képtelen tovább kormányozni. Ez itt legkevésbé azon múlik, hogy én tartok egy dörgedelmes sajtótájékoztatót. Hogy elmondok-e egy beszédet. Hát ettől nem ijednek meg. Ha a Kossuth téren napokig, hetekig, százezrek vannak, na, az már egy olyan tömegnyomás, ami lehet, hogy meghátrálásra kényszeríti a kormányt. Nagy Dezső Gábor, hogy hol vannak a migránsok, két napja nem lehetett hallani róluk. Nem tudom, melyik nevelet használod, Dezső vagy Gábor, szóval azt tudom mondani, hogy hát kilóg nem csak a ló láb, hanem egész ló. Migráns probléma, mondom az ő szóhasználatukkal, hogy mi menekültekről beszélünk, az addig volt, ameddig ezzel lehetett ijesztegetni. Hát egészen vicces, mondhatnám, hogyha nem lenne végül szomorú. Híradók voltak, hírek hangoztak el. Az Origónak a címlapján 11 hírből 10 ilyen típusú kérdéssel foglalkozott. Építettek fel egy félelmet tudatosan az országban. És hirtelen, amikor a félelem elérte a hatását, vagy látszólag elérte a hatását, hogy a csalás volt, akkor hirtelenében már nincs rá szükség. Hát ez a helyzet. Dudás Gabriel azt mondja, hogy utcára kell menni. Gabi, szerintem is eljöhet az a pont, amikor utcára kell menni. Mert tényleg az a tapasztalatunk, hogy utcára az emberek nem maguktól mennek, hanem azt meg kell szervezni, azt elő kell készíteni, abban politikai felelősség van. Ha lehet, koncentrálni kell az erőket, együtt kell működni az ellenzéki pártoknak, mozgalmaknak. Én azon vagyok, hogy kialakuljon egy nemzeti demokratikus ellenállás ezzel a kormánnyal szemben, azon vagyok, hogy együttműködjenek a demokratikus és nem demokratikus ellenzéki erők, és előbb-utóbb megmutassuk, hogy mit kíván a nép. Most nagyjából 3000 néznek bennünket, az pokoli sok, hozzáteszem, és nagyjából 10 percünk van még hátra, vagy most már annyi sem, mert korábban írták a kollégák, 5-6 percünk van hátra. A mi szavazókörünkben azt mondták, a pártok listáját boríték nélkül dobjuk be az urnába, az egyéni mehet borítékba. Nincs ilyen szabály. Hozzáteszem, mindkét esetben érvényes a szavazat, ha nincsen borítékba, ha van. Hogy ez azért történt meg, mert készültek valamilyen